Na. Boldog szülinapot nekünk! Drágám, a jó Isten éltessen sokáig, erőben, egészségben, gazdagságban, szeretetben, békességben, és nagyon-nagyon sok egészségben. Köszönöm szépen, Marika. Téged is Isten éltessen sokáig, erőben, köszönöm, egészségben, boldogságban. Köszönöm. Légy mindig boldog, és legyünk így még. Még, ámen. Még sokáig. Isten éltessen. Isten éltessen, drágám. Ez finom pálinka, hallod? Na. Melyikből iszunk, ebből? Uh-huh. Hú, ez nagyon finom pálinka. Laci Gályéktól kaptam. Tavaly. Jó is, hogy nem hoztam a sajátból, mert ez nagyon jó minőség. Ugye, hogy jó? Azt mondod. Szióka! Szia! Hát, drágám, a jó Istenke még gyönyörű időt is adott. Reméljük a legjobbakat. Hogy azt tudjuk mondani, hogy a jó Isten éltessen bennünket sokáig. Drágám, fogjuk egymás kezét. Szióka, mióka! Hello. Hello, hello, hello. Hello. Hát, drágám, hogy ezt megéltük, ez hihetetlen. Tök jó, szerintem. Ez hihetetlen, hogy... Igen, igen, fantasztikus. Nem 80-60. Értem. De nem értem, hogy hová mentek el az évek. Hová? Elrögtöltek, ugye? Igen, ti ketten, Marcsi... Marika és én, igen, így voltunk. És az most volt. És az olyan volt, mint a tavaly lett. Igen. Annyira, annyira most volt, hogy nem, egyszerűen el sem hiszem, hogy eleve a 80-at nem értem, hogy hova ment el, de az utóbbi 10-et végképp nem, hogy azt így betakartuk és kész, annyi volt. Nem értem. Nem tászol? Nem, egyáltalán nem. Ne tudok merénk kihozni. Nem, köszönöm szépen. Így nagyon jól érzem magamat. Szuper, drágám. Szóval... 80-60! 80-60! Bizony. Akár 80, hiszed, 60. Akár nem. Akár hiszed, akár nem. Elképesztő. Elképesztő. Hogy hova jutunk. Nem tudok tibet. Nem sincs. És figyelj, és az élet az úgy véget ért. Tehát egy nagyon rövid volt, ja Isten, de egészségünkre addig is. Drágám, egészségünkre, édesem. Egészség. Hát, kimondottan jól esik? Szerintem jó sör, nekem az volt a véleményem erről. Nekem, én nem tudom még soha életemben. Én sem, ez ilyen prémium sör, uh-huh, szerintem tök jó. Gondoltam, hát ha már pezsgőt nem, akkor legalább valami pezsgő dolog van, amely hol a cigim, ott van a cigim. Korábban, fiatal koromban azért mindig pezsgőztünk, szilveszterkor, uh-huh, karácsonykor, szülinévnapon, mindig pezsgőztünk, Ferivel is, meg Gézújék mindig ott voltak, apádék, mindig pezsgőztünk. Jaj, Marika, még emlékszem, amikor apám 60 volt. Hát persze, hogy emlékszem, de hát csak itt van előttem. 18 éve hal. 60. 18 éve, Tibi. Most halt meg. Igen, igen. 74 éves volt, ugye, amikor meghalt. Hát most azt hirtelen meg nem mondom neked, de igen. 74. Fölötte volt, nem? 74. 74 volt, 18, 84, akkor most 92 éves lehetne, hogyha élne. És még az mindig semmi, hát hogyha Rózsika augusztusban töltötte a 91-et, és Rózsika egy roncs volt Pistuhoz képest, tehát Pistu a mai napig itt rohangázhatna és ápolhatná a kertet, jó, akkor ti nem lennétek itt, de ő biztos, hogy a világon mindent megcsinálna, jönne, menne, és lehet, hogy még akkor az anyád is élne. És ez elképzelhető, mert ugye itt vannak többen, tehát élő példák, és ez nagyon fontos, élő példák. Hogyne? Itt van ez a katona, költő, aki rendszeresen publikál a lapba nálunk, ő
91. Tehát, érted? Paradicsomot termeszt, minden reggel tornázik, önellátó. Azért nem szor, így? Tehát nem szorul olyan segítségre, hogy ott kéne, hogy legyen mellette egy ilyen ápoló. Igen. De, ezért, mert mozog, mert dolgozik. Most beszéltem vele tegnap, meg mindent, hát rendszeres a kapcsolat, és mondja, hogy minden reggel sosem hagy neki, hogy tornázzon meg egyebek. Most szedte föl a már elszáradt paradicsom töveket, azokat felaprítja. Tehát ezért él. Itt él, ugye lent az alsó réten. Itt van, egész idő alatt ezt csinálja, és köszönöm. És még ír is közben verseket. Mint amit csinált mindig az ilyen, amikor becsicsentett, akkor folyton azt énekelt, hogy szőtt a sejmet elvtárs. Hát, Marika, szóval... És annak is vége. Mindennek vége. Hát milyen isteni jó hangulat volt itt közöttünk. Jó barátságban voltunk. Icáékkal, Gyula bácsival, mindenkivel. Isteni volt a hangulat. Minden szombaton, késő délután összeültünk. Vasárnap fél hajnalig itt nyomtuk, üvöltöttünk, mint az állatok, énekeltünk, és soha senki nem jött ide, és nem mondta azt, hogy de a kurva anyátokat. Hagyjátok most, akkor, mert elég volt. Mostanában is felbukkan egy-egy ilyen nyaralós, aki egész éjszaka nyomja a nyárban. Ugye? Nyomja. És, hát és halljuk, és mindig eszembe jut, hogy akkoriban mindenki ezt csinálta. Zömében, tehát sokkal többen. Így van. És így van. Szerkeszanaszan. Igen. Mert ha babaiék nem jöttek át ide hozzánk, akkor náluk volt szintén buli, meg itt is buli. Persze elhaladszik az a... Ó, Tibikém. Messze, tehát. Hogy a fenében-e? Most a fél falut betöltöttük. Most is a nyáron volt, és nem tudtuk még belülni se sokáig, de aztán, amikor az ember már egyre jobban akkor tudta, hogy na ott. Így van. Igen. Így van, ott jobbra, ott valamelyik ház van, ott amikor nyomatják, akkor kurvára nyomatják. Na nem. De. Elméletileg ezért van egy telek, hogy igen, meghívom a haverokat, és igen, kirúgunk a hámból, és igen, énekelünk, és üvöltünk, és benne van. Soha nem zavarva. Az önmagában nagy dolog, hogy megértük. Megértük, ezért igen. Szép. Igen. Szerintem szép a 60, végszakban 80, de ez egy én nem is tudom, hogy szép vagy nem, mert Tibi, egyszerűen rá se gondolok, hogy 80. Mert ez szinte kimondani sem lehet könnyedén, hogy 80. De egyébként csodálatos, mert ez van, tehát ilyen igenis létezik. Hát ott vannak ilyen hírességek, a Rolling Stones együttes, 80 éves mindenki, érted? És színpadra mennek. Na de te is meg tudnád ugyanazt tenni. Simán. Körbefutod a falut, a simán. Település, minden. Még táncolni is tudnék a színpadon. Na, úgy, és ők is azt csinálják. Hát, órákat át végignyomni. Meg a Mick Jagger, ugye az énekesük, hát ez egyfolytában ugrál. Igen. Két igen. És fél óra hosszán keresztül igen. Esténként. Erről van és szó. És kimegy a hotelből, ha Bécsben léptek föl most. Tehát most volt a turnéjük, a július-augusztusban végig folyamatosan világkörüli turné. Hát képzeld, 80 évesen kijön a... És egyáltalán még van hangja. Van hangja, és kijön a hotelből, és oda megy az első ilyen sörözőbe, és akkor ott megissza a sört, és akkor persze a fotósok meg a rajongók na, mind rajta vannak ezzel. És azért ilyen már pedig van. Tehát, Van kicsim, van, igen. Meg olyan is van, mint Köcse Béla, hogy kijönni is alig tud a házból, szóval igen. És ez nem egy-egy ember, tehát ott egy egész zenekar. Hát ott mindenki azonos korú. Mert így élnek, állandó mozgásban vannak, igen. Ezért őket majd megöli egy infarktus, vagy egy... Ja. egy De ez is volt a nevük, hogy a Rolling Stone, az a nevük, gördülőködek. Hogy az állandóan mozgásban igen. Van. Az nem áll meg, tehát az gördülőbe megáll lent, abszolút a végén, egyszer megáll, az lesz az ő végük is. Szia, Mia! Szia, Mia! Gyere ide! Mia! Menj oda Tibihez! Megmutatunk ott a képen. Ő a Mia cica. Bizonyám. Ő Miácska. Hála Istennek, hogy már itt vagy kisbabám. Ugye Mia cica? Hogy minden nap ide jössz. Jó, Rapi, menj innen, mert a Mia nem akar látni. Mia senkit sem akar látni.
Na, ez is fúj. Na, ez az. Ő annyira olyan, tehát most is, amikor etettem, de ez mindig így van, ha valaki odajön a tányérjához, akkor rögtön átadja. Tehát ő nem harcol a dolgaért. Ő valami elképesztően jó természetű teremtés. Igen. Elképesztően. Nem is tudom, miből vannak a génjei, de csodálatos génjei vannak. Csak az zavar már engem, hogy már nem beszélget. Egy folyton beszélt, jött és mondta. És hát mondta, ő most nagy letargiában van, hát képzeld el, hogy mind megy keresztül. Igen. Folyamatosan. Ott már vége. Igen. Ott biztos nagyon jól érezte magát. Ide jár, mert enni kell, és tudja, hogy ez volt az igazi otthona, de ezek miatt, a dögök miatt meg nem akar ide jönni. Az anyukája meg a kislány ugye visszahozta. Nem. Most már egyre inkább az az érzésem, hogy ez ilyen hozzáállás kérdése. Hát semmi tehát, más. Tehát konkrétan az, hogy ahogy megöregszik az ember, hogyha azt mondja, hogy nem, én még most is fiatal vagyok, persze, hát már látszik, meg is hal már, érted a végén, de ez hozzáállás kérdése. Tehát, hogy nem, én már megöregettem, én úgy állok hozzá, hogy én nekem másik pont ennyi volt, vagy úgy, hogy de nem, úgy csinálom. Pontosan erről van szó. Hát ezért van az, hogy sokan ugyanabban az idős, mert tényleg nagyon idős korban még tudnak biciklizni, jönni, menni. Hogyne. És az teljesen mindegy, mindenki meghal a végén, de az, hogy az utolsó 10 évet, vagy 20-at, 15-öt ott tölti el, ahogy anyámnál is. Az nem? Csak rajta múlik. Ő ott igen. Volt bent a lakásban, igen. Ő már nem tud menni. Az igaz, tehát ilyen meg van, hogy valaki már nem tud ezt, vagy nem tud azt. Van. Na de szerintem az is hozzáállás kérdése. Tehát persze kell hozzá a test, kell hozzá az a erőnlét, de azt is fent lehet valahogy tartani, tehát azért mozgással. Van. Igen. Semmi mással, igen, csak mozgással lehet fenntartani. Az immunrendszerünk attól működik, hogy mozgásban vagyunk. Egyébként az sem működik, ha nem vagyunk mozgásban. Igen. És az, hogy tulajdonképpen az immunrendszerünk a beleinkben vannak. Jaj, tehát onnan indul ki minden a beleinkben. És az a nem, én szédülök, ha felállok. Hát akkor bazd meg, föl ne álljál már. Hát föl ne állj! Igen. Ez a jó, így a jó, drágám. Azt mondják, hogy Isten éltessen. Ezek a borlovagok voltak. Biztos, hogy ott lehetünk volna. Állandóan hívnak egyébként meg mindennel. És hanyadik évfordulója volt? 10, 15, 12, 13. szerintem. És minden éppen megünneplik a... Várossá nyilvánítás. Persze. De olyan jól eső érzés volt, mikor láttam, hogy olyan sok ember van ott, és mindenki jó kedvű volt. Ja, ezt azért csinálják, hogy legyen alkalom az összejövetelre, hogy egyenek igyanak. Nagyon helyes. Dosz, tehát ez a lényeg. Persze, mindent is tudom. Marikával itt ülünk együtt. Jól van, Isten éltessen benneteket. Na, ez a lényeg, ezt akarom hallani, köszönöm. Igen. Jól van. Minden király. Minden király. Még elszívunk együtt itt egy cigit, és akkor... Nyugodtan, hát ilyen nap egyszer van az életben, ki ne hagyjátok. Persze. Nyugodtan, ejtőzzetek, laguljatok. Ittunk, fölköszöntöttük egymás pálinkával, és most isszuk a sört. Jól van. Na, csókolom Marikát nagyon. Hallja, úgyhogy puszil téged. Én is. Szia. És majd iszunk Marikát, én is. Jól van. Én itt vagyok. Szia, puszi. Hello. Szia. Én itt vagyok, drágáim. Mi van, picikém? Mi van? Úgy gondolkodik, úgy bámul valamire, egy pontra. Őt nézed? Igen, a pocót. A pocót nézed? Pocó. Ez egy olyan kis aranyos. Fel is, mert ő is olyan, mint a Mia, hogy a nem... Szóval ha a többiek oda jönnek, akkor ő elmegy. Mi van, drágám? Megsimogathat? Ne simogassalak meg. Mit akartál? Mondtál is pedig valamit. Olyan jó formában lévő, és az, hogy ő folyton ilyen csupasz fenékkel, meg egyebekkel, és gyönyörű a bundája. Igen, de ő azért lett olyan, mert kapott egy olyan szert, hogy... Igen, mondta Krisztinka, ami hazavágta. Igen, azt nem szerette. Tehát úgy értem, hogy arra egy ilyen reakció. Hát ez kész, ennyi kész. Semmi, rendbe jött ez a lényeg, és olyan kis duci, olyan kis jóformájú teremtés. De két évig kínlódott, úgyhogy tudom. Szörtelen volt meg minden.
egészen tudod, furcsán mi? Nézett ki. Furcsán, randa volt, szerencsétlen. Olyan randa volt, hogy, hogy nem ő tehetett róla, de akkor is nagyon-nagyon... Mi van, picikém? Mi van? Mi van, te nagy szemű? Pocó? Pocó? Polly? Polly? Gyere be? Gyere be, Polly! Azt mondja, hogy majd ha akarok, akkor bejövök. Ha nem akarok, nem jövök. Jól van, édesem. Jól van, drágám, Isten éltessen bennünket, és igen, a Hubertus utat. Puszillak, Marika!